Sziasztok! Zozóka vagyok, folytatjuk a Divinity-t. Pfú, basszus kulcs! Jaj! Jó! Még éppen, hogy kibírható nálam a meleg. Általában délbe szoktam, amikor ide süt a nap, akkor szoktam bekapcsolni a klímát. Mert főleg, hogy itt telibe süti a nap a ablakot. Úgy nagyjából kibírható. Jó. Itt hagytuk abba, hogy legyőztük a... basszus, goblint. Kadraszkesz. Kivel vagyok, Volgáfal megyek, nem tudom. Igen. Ja, várjuk, átcsinéztem a cumót, annyira fáradt voltam, hogy átcsinéztem a cumót. Hogy miket vettem föl tőle. Fú, basszus, ez így nehéz leszem. Meg, várjatok? Várjatok? Nálunk vannak a teleportkövek, ugye? Ha minden igaz, akkor ott van. Scarletnél van az egyik. Basszus, ez hogy? Várjatok, akkor ne így, hanem hogy típus szerint. Mert akkor egymás mellé, ott van. Jó, eszembe jutott az, hogy pláne, hogy írt a Károly úr, hogy rosszul használom a teleportköveket, hogy most akkor azt csináljam már meg, hogy visszamegyünk a városba. Átnézem a dolgokat. Visszamegyünk a városba. Sőt, itt lerakok egy teleportkövet, visszamegyek a városba, és akkor ugye ott is lerakok egyet, és akkor visszafele már ugye ide fogok teleportálni. Na, ezt csináljuk is meg. Azt hogy is kell? Eldob el, ha itt. Amúgy mindegy. Ugye? Nem itt tudom én rakjuk oda. Úgy. Ugye? És akkor ennyi a dolgunk csak. Jó. Bocsánat. És akkor vissza Volgráfra. Akkor felszerelés. És nézzük meg azt, hogy miket vettünk föl. Például Szent János Bogár tekercset. Hát, én a mondó alig, hogy ezt küldjük Madorának. Nem voltak olyan jó cuccok akkor ennél a goblinnál. Mert szerintem ezt nem éri meg le cserélni. Na jó, mindegy. Küldjük át Rodrignak. Te mi vagy? Rodrignak. Méreg ellenállás? Ez szerintem ezt is inkább Madoránál legyen. Ez biztos, hogy Madoránál legyen. Te mi vagy? Jó kérdés, ügyi. Szerintem ezt Scarletnek fogom küldeni. Ha jól emlékszem, neki ugye egész kevés ilyen tekercse van, ugye? Ha jól emlékszem. Igen, ezt kaptuk vissza. Ugye? Ezt én adtam el neki? Ha nem tudom. Mindegy, Rodrignak. Fú, basszus. Meleg van. Így is. El sem mondom, hogy hány fok van nálam, mert azt mondjátok, hogy milyen nyámnyila vagyok. Nincs, hát olyan 24,9, hát nincs 25 fok, legalábbis a hőmérő szerint. Aztán persze az ki tudja, hogy most itt, ahol ülök, ott hány fok van. Pár tizeddel esetleg lehet több, ugye, tehát hogy attól függ, hogy te milyen magasan vagy, a hőmérő milyen magasan vagy, meg hol van. Mindegy. Valakinél még ennél melegebb szokott lenni. Csak hát ugye ki mit szok meg? Na mindegy. Hagyjuk abba a melegről való beszédet. Mert az aztán... Még engem sem érdekel, gyerekek. Ki kell bírni, aztán ennyi. Ezt biztos, hogy eladom, mert pajzs. Erős, teljes lemezvér. Hát ez sem igazán. Nem tűnik jobbnak. Majd leellenőrizzük azért, Rodrig. Ő marad. Mennyi gyógyítala van nekie?
Majd átnézzük, jó? Vártok, van itt még valami, amit esetleg... Ezek ugye maradnak nála. Várjunk, azért nézzük meg. Kovácsolás, így van, marad nála, marad nála. Itt pedig a tárgykészítés. Sajnos pont tudós mesterség nincs nála. Viszont azok a tárgyak hol vannak a... Vagy ezt nem vettem föl? Mikor vettem föl? Nem vettem föl tudós... Olyan tárgyat, amihez tudós mesterségünk nem volt elég. Basszus. Valamivel már keverem. Azt tudom, hogy volt olyan rész, amikor megzavartak, és ugye lehet, hogy akkor vettem. Á, nem tudom már. A leslőd nem is nála van értelemszerűen, hanem másnál. Hogy azt lehet, hogy Rodrignál hagytam, csak nem adom el. Jó, ennyi maradjon nála. Ennyi maradjon nála. Esetleg tényleg azt itt most megnézem, mert erre is jött... hozzászólás, ki mástól, mint Károlytól, hogy mennyi élelem van? Hát van itt náluk azért élelem elszórva. Elég kell, hogy legyen. Scarlett. Scarlettnél is vannak Rodrig. Rodrignál is... Necces, talán ott egy picit kevesebb, de mindegy. De nekik nagyon nem szokott kelleni. Jó. Közepes gyógyitalat. Teli van például. Akkor ennyi. A Scarlettnél mennyi gyógyital van? Ott. Hát... jó. Én szerintem egész jól el van ez osztva. Menjünk akkor Madorára. De így. És nézzük meg ezeket a... Ez hányas? 32-es páncélérték. Nincsen rajta semmilyen extra. De 32-es páncélérték van rajta. Hát ez talán ugye akkor... Már így le lehetne cserélni. Mert ugye, értitek, nincs semmi, ami rajtunk van. Azon se, na, akkor ezt nézzük csak meg. Ilyeneket esetleg le lehet cserélni. Na, a francokat, bocsánat. Hát ott van plusz 21 életerőpont. Nem tudom, hogy az mennyit számít. Tehát, hogy mi a jobb. Az, pillanat, egy picit rendezkedek. Az, hogy... plusz 21 életerőpontom, vagy pedig ugye nagyobb a páncélértékünk 4-jel. Zseniális matek tudásom van. Illetve azt is mondta Károly, hogy a szint is sokat számít. Tehát, hogy szint 8, szint 13. Hát igen, nem, de hát... Ha azt nézem viszont a többi értékeiben ugye igazából nem a nagyon sok pluszt. Tehát négy páncélértékkel több. És szerintem ez az, ami számít. És árban sem. És árban sem látom, hogy nagyon jobb lenne. Hát akkor ez így nem. 50-es páncélérték. Na ennél vannak jobbak, de viszont ugye immunitás erre megátkozva. Tűzellenállás, levegő ellen. Ezek nem sokak mondjuk. 8%. Ezek nem tűnnek olyan soknak, csak ugye mindig minek a 8%-a? Ne felejtsük el. Tehát, hogyha egy kis, mit tudom én, kis szintű tűz, mit tudom, elementál jön nekem valamilyen akármivel, akkor értitek, hát az persze nem olyan sok. De hogyha már ugye valami naggyal jön, és annak a 8%-át veszi le, az lehet, hogy hát igen, az számít. Na jó, nézzük meg, mert... most mit csináltam? De hülye vagyok. Nagyon gyorsan rányomtam valamire. Remeg a kezem. Shake, baby, shake. Hát mindegyik jobb nála. Mindegyik jobb nála. Na igen, na itt azért... Csak az, hogy immunitás erre megátkozva. Basszus. Mert... Ez most nagyon sok eltérés. Ez a 78-50, ez nagyon sok eltérés. Ez nagyon sok eltérés. Tudjátok mit, kedves fiúk, meg lányok, meg más egyéb állatfajták, hogy én ezt most kipróbáljuk.
Jó, ez ugye a legnagyobb, 78-as páncélérték. Én ezt lerakom, de a másikat nem adom el. Aztán mi volt még itt? Mennyi ez? 17-es? 25-ös? Tehát... Ja, várjatok, igen. De ez... Aha, ez viszont nagyon jó szokott lenni, ezt tudom. Ez a 10%-át visszaveri a közelharci sebzésnek szúró sebzésként. Basszus, ez nagyon sokszor megfigyeltem, hogy ez nagyon jó. Ezt látom, tehát ezt észrevettem. Ezt sem tartom annyira fontosnak. Viszont hova került az a páncél, amit lecseréltem? Aha, valószínűleg, hogy Rodrighoz került. Nem. Hol vagyunk, kedves Rodrig? Ő lesz az. Nehogy eladjam. Nem akarom még, hogy elveszem. Madórának visszaküldjük. Oké, srácok? Szerintem nagyjából én ennyit akartam. Nem hiszem, hogy nagyon másot le fogok cserélni. Jó, Volgráf. És akkor merre megyünk? Megyünk visszafele, a város fele, ami azt jelenti, hogy dél. Várjatok, akkor rakjunk oda valami jelzést. Kovács műhely, Nádjához megyünk, jó? Menjünk Nádjához. Menjünk Nádjához, és erre. Ja, várjátok, ott nem biztos, hogy át tudunk menni, mi? Itt, én erre gondolok, hogy ott nem biztos, hogy át tudunk jönni. Ja, akkor vissza. Akkor vissza. Nem lefelejtsem azt a buzeráns teleportköveket. El szoktam róla feledkezni. Nézem vissza a videót, mert is hát, hogy ugye, amikor... na mondjátok, mit csinálok, szerkeztem. És ellenőrzöm vissza a videót, hogy nincs-e benne hiba, stb. Akkor szoktam letörölni ugye, a eredeti nyersanyagot. Akkor ezt végig ellenőrzöm, és... volt egy párszor, hogy így elfeledkezem dolgokról, tehát hogy... Mondom, oké, eszembe van, eszembe jut más, és akkor onnantól kezdve az meg úgy kihullik az emlékezetemből. Tehát ugye a rövid távú memória az úgy nyenyó, néha. Scarlett. Ide fogom lerakni a teleportot. Scarlett. Felszerelés. Nem tudom, hogy hol lesz. Itt van. Azt mondja, hogy elhajít. Nem tudom én valahova oda. Úgy. Szipi-szupi. Vissza Rodrighoz, és akkor eladjuk a... nálunk lévő... dolgokat. Megveszünk is. Megveszünk is. Jó. Szuper vagy. Na. A legújabb tárgyak. Ez biztos, hogy eladom. Azért rakjuk be. Eladom. 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 Ezt tudja, hogy eladom, ezt meg sem nézem. Eladjuk. Eladjuk. Ó, hogy nincs elég pénzed, tesó, akkor versenünk tőle esetleg, ami úgy gondolom, hogy jó lehet. Például dögvízgránátot vásárolhatunk Mevdorának, megint szintén. A mérgező gránát talán most még ugye hasznos is lesz. Tolvajkulcsot egyelőre most nem veszek. Az van, kell, hogy legyen nálam. Amúgy mennyi? 38-an, nem is drága amúgy. Kedves Károly úr, nem drága a tolvajkulcs, engedd meg nekem, hogy vegyek mondjuk 4-et. Mennyi pénzünk van, mármint hogy aranyunk, igen. Jó. Jól van, haladunk tovább. És nézzük meg azt, hogy... ja, csapdahatást tanítok készet. Azt nem tudom, hogy mennyi van. Kár, hogy így ilyenkor nem írja meg, hogy... mondjuk nem a részletek, hogy nálunk mennyi van belőle. Az nagyon... jó lenne, mert tehát ennyi mindent úgysem tudok megjegyezni. Esélytelen.
Te mi voltál? Ja, ezt adtam el. Ezt tudom. Mi van még itt nála? Szerintem semmi olyasmi, ami nekem kellhet tőle most már. Viszont eladhatom neki a maradékot. Így, legújabb tárgyak. El sem tudtam már neki eladni. Ó, itt a szappan. Igen, ezt majd lehet majd próbálkozni, de azt nem most fogom megtenni. Szappan, tű, meg mit tudom én, kulcsoknak a egymás mellé rakosgatásával. Láttok ti még valamit? Ó, elkezdek majd gyártani nyilakat. Látom, hogy van nálam egy csomó nyíl egy. Jó, srácok, egyelőre itt nem látok semmit. Megyünk nagyjához is, mert jól emlékszem, akkor két külön boltosról van szó. Így van, leszek leütőnyilat. Veszek ezüstnyilat, azt most szeressem. A lassító nyíl is úgy beszokott most válni, mert azt is úgy lőttem. Milyen sebzés? Mert szúró sebzés volt, és kacs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 kac
Jó. Aztán más nem. Várjunk. Tudós mesterség. Ott van, nem mondjátok, hogy pont rá éreztem. Húsz százalékát, de drága, nem tudom meg, éppen, hogy meg tudom venni. 20%-át, basszus! Igaz, hogy az a baj, hogy tűzsebzésként, tehát ez vagy ugye bejön, ugye, ha éppenséggel nincs a ellenségnek ellene védelme, akkor bejön, ha meg védelme van, akkor meg sajnos nem. De gondolom akkor is visszaveri, értitek? Tehát 20%-át akkor is visszaveri. Ó basszus, és ott van a tudósmester. Nézzük, hogy van még esetleg bármi másunk. Hát csak az van, csak ez van. De viszont ugye ezt kinek adjam? Mert az a baj, hogy a tudósmestere... Vártok ki a tudósmesterem. Hogy is mondtam, Rodrik biztos, ugye? Vagy, de mintha Scarlett is odém lenne nekem. Jó, lépjünk ki. Elfelejtettem, srácok. Tudom, hogy valamikor néztem, de most teljesen kiment a fejemből. Nézzük akkor, hogy karakter. Tulajdonjátosságok, kézművesség. Akkor nem, tehát nem ő a tudósmesterünk, akkor az tuti biztis 100%, hogy vagy Scarlett lesz, igen, vagy Scarlett lesz, vagy nekem Volgráf rémlik. Ott van Volgráf. És Madóra pont hogy nulla, így van, neki itt semmi nem számít. De mert értitek, hogy mit mondok? Mit akarok mondani? Ready to advance, az, hogy meleg van. Készüljük elő, mit tehetek érted? Ó, de király, nagyon király szöveged van. Na, hol van Nádja? Du a salutoin, Hunter. What can I do for you? Ja, ő lesz az. Így van, tudósmester. Tehát, mert ez alapján, a hatások alapján, a legtöbb hatás alapján én Madorának adnám, ugye. Értelemszerűen plusz egy erő, földellenállás, 20%-et visszaadó közelharci sebzés, mivel ő fog kapni közelharci sebzéseket. Viszont a tudósmester az nyenyó. Figyeljetek,
Tudjátok mit? Hát meg lehet azt csinálni, basszus, hogy, hogy amikor beazonosításhoz van szükségem, akkor odaadom a nyakláncot Scarletnek. Tök mindegy, ugye melyiknek. Basszus, basszus, ne legyél már hülye, Zotya. Ígyunk még egy kis kólát, mert érzem, hogy pezsdíti az agyamat. Legyek már ilyen hülye. Gyerekek, és én ezt meg is veszem. Köszike, szöszike. Na de viszont. Maradunk még Rodrignál. És megyünk, hogy tárgykészítés. És amúgy egy csomó fegy, tehát hogyha majd megszorulunk a pénzzel, az arannyal, akkor majd elkezdek gyártani fegyvereket. Mit tudnánk amúgy legyártani? Nézzétek meg! És ezeket rohadt jó pénzére lehet adni. Foág, foág! Mennyiből tart, értitek? Tehát basszus, nem már. Na jó, de ezzel most nem ezzel akarok foglalkozni, bocs. Nem ezzel akarok most foglalkozni, hanem a nyilakkal. És elkezdem legyártani a nyilakat. Basszus, pedig féltem, hogy nem fog menni annyira ez a felvétel, mert tényleg úgy... Hát igen, tehát nem tudok olyan jól aludni, én sem. A hülye kutyák is ugattak most. Nem egyszerű Zozókának az élete. Ez most nehogy komolyan vegyétek, Isten ments. Elég is jó dolgom van. Na mi van még? Ennyi? Meg egy bambi. Jó. Ennyi meg egy bambi. Étel tárgyaknál mit tudok amúgy legyártani? Csontpor, fapép, faszilánk, holtpor. Igen, ezekkel majd el lehet itt totojázni. El lehet majd itt totojázni. Na jó van. Akkor... akkor ennyi. Fú, felszerelés. Nem, először... bocs, először Madóra. Felszerelés. Mit is cserélünk le nála amúgy? Hát, ez is jó, igen, ugyanaz. Csak ez földsebzés. Plusz egyre ugyanaz végső soron. Nem lehet kettő amulett nála? Nem már. Apuci kettő amulettet akar. Plusz egy erő, plusz 13 földállás, plusz a tudós mesterség és 20%-át tűzsebzésként. Jó. Legyen most ez így nála, értelemszerűen természetesen. Amúgy mintha még itt nincsen nálam olyan, ami visszaveri a sebzést. Vagy lehet, hogy pont a lemezvértnél volt? Ja nem, itt. De gyerekek, azért ez egész komoly. Tehát Madurának szerintem ilyen tucokat fogok venni. Amik így visszaverik a sebzéseket. Azért az elég durva. Jó. Jó, maradjon ez. És akkor igen, Rodrig. Hol van? Legújabb tárgyak. Nem is tudom, hogy ez kinél legyen. Legyen Madoránál. Volgraf. Ránézek Volgrafra, hogy mennyi nyílunk van. Most már szerintem lehet, hogy le lehet vele állni. Tehát, hogy így nagyon nem kell neki. Wolgraf. Vagy legalábbis megnézzük, most meg kéne jegyezni azt, hogy miből van kevés basszus. És akkor csak abból venni, ami hasznos is. Dögvészgránát, Madóra, Babynek, tolvajkulcsok ugye érszem szerint Wolgrafnak. Szintén. A kurva. Ezt kapkodtam. Jó, látok még itt valamit?
Nem tudom, hol vannak azok a beazonosíthatatlan cuccok. Most holt komolyan... mondom, tehát tudom, hogy volt mostanában egy pár olyan rész, amikor így megzavartak, visszatöltöttem, stb. Abba hagytam, újrakezdtem. És lehet, hogy akkor volt bármi is itt ilyenkor. Mert itt nála semmi ilyesmit nem látok például. Scarletnél meg pláne nincs semmi. Na, gyerünk. Madorának viszont mit is küldtem át neki? A nyilat, ott van. Ezt Wolgrafnak küldjük. Nem tudom, srácok, akkor bocs. Fú, basszus. Felszerelés. Jó, mindegy. Nem tudom. Ez most megint kihullott úgy az emlékezetemből. És akkor végeztünk nagyjából mindennel? Akartam én itt bármi mást még csinálni, srácok? Bocsánat, nézzük meg, hogy igen, Wolgraffal vagyunk. Hogy állunk vele nyilakkal? Leütőnyíl. Csak egy leütőnyílunk van? Az pedig nem jó. Az nekem most úgy nagyon bejött. Most itt csatáknál szóltam rendesen. Hogy tudom berendezni? Értéktartóság, súly, üres helyek kiszűrése. Értéktartóság, súly. Úgy nem tudom beállítani, hogy akkor melyikből van legkevesebb, és akkor úgy legyen. Hát, ha jól látom, srácok, akkor... Aha, még a ezüstnyílból még kevés van. Jó. Ezüstnyíl és leütőnyíl. De akkor nem belemegyünk, hanem bele. A nagy francokat, mehetünk Wolgraffal is. Elnézzünk ide a fogadóhoz. Ott van tömkelegével egy csomó árus. Te ki vagy? Jaj. Hát amúgy, kedves, ki vagy te? Rubin. Hogyha nem egy felvétel lenne, akkor szórakoznék veled, de hát mit szólnának rólam, vagy milyen véleményük lenne rólam a kedves nézőinek, ha most így szórakoznék veled. Na nézzük csak, srácok, hogy mik vannak itt. Basszus, ez a fagy... mennyi pénzünk van? Nem sok pénzünk van. Akkor vagy le kell gyártanom valamit, vagy én nem tudom, mi lesz. Mert vannak itt jó dolgok. Őrjöngő állapot. Hát, annyira nem. Várjuk, és mindig azzal nézem, akinek kell, mert fegyveres harcos. Mert ezt már megtanultam. Felbátorítod a körülötted álló szövetségesek. De hát vele mindig ugye elő szoktam lenni, nincsenek körülötte szövetségesek. Ez megvolt. Ez is megvolt. Pajzs nincs. Megvan. Ezt amúgy sem tudom, mert 12-es szint. Annyira sok vagyunk, 9-as, 10-esek, ugye? Fú. Hoppá! Hoppá, rézi mi? Mennyi? 174 arany. Gyerekek, ez nem rossz. Azonnal meggyógyítod magad, vagy egy közeli célpontot 157 életerőt visszanyerve. Sok az AP költség azért. Sok. És csak egyszer használt egy harcban. Jó, csábító. De, hát, tudjátok, meg tudom magam gyógyítani az életerő potionökkel is, tehát a italokkal. Majdnem elcsábultam. Várjátok, viszont esetleg fagygránátot vehetek. Földrengés gránát sem volt rossz amúgy.
és Granatokból nincs olyan széles repertoárja Madorának. Csak ilyenekre elbaszarintani a pénz, gyerekek. Tudunk bármit is eladni? Hát igen, nála nincs semmi, az a baj. Mármint hogy van, csak azokat nem adom el. Azt a mindenit. Hogy hallom a patkánynak, ahogy izél, a kis lábait, ahogy seteperti a kis mocsok. Na nézzük. Mi is kell? Leütő nyíl, meg ezüsti nyíl. Na, azért nem olyan rossz néha a memóriám. Talán nyíl hegy van. Igen, az is jó nekem, mert legyártom legfeljebb, értitek. Jó, és más nem veszünk, mert most én úgy gondolom, hogy nyilakkal el van látva Volgraf. Más itt meg nincs, amit szeretnék tőle megvenni. Jól van. Srácok, hagyd beszélgesek, aramintai. Sorry, de megint valamiért elkezdett torkomit kaparni. Leütőnyíl kell. Nem. Mesterlövész, ugye? Hát megnézhetjük. Ezek már nagyon ilyen speckó könyvek, tehát hogy ha majd azt látom, hogy eljutunk olyan ellenfelekhez, ahol nagyon jó lesz, akkor igen, ezek jók lesznek, de páncélérték, minusz 20, tűzellenállás, vízellenállás, levegőellenállás. Ami nem rossz, nem rossz. Nem rossz, nem rossz, nem rossz, de drága, és most annyira nem fontos megvenni. Jól van. Megnöveli a körülötted állók. Az a baj, hogy ápi költség 6. Ha egy picit kisebb lenne, akkor jó lenne. Ez megvan. Ez nincs meg? Ez mi ez? Ez valami más. De az a baj, hogy haladó, szerintem haladóból már nem tudok meg újat megtanulni. Jó, mindegy. Jó, menjünk. Menjünk. Rájuk emlékszem még. De... basszus, én itt nem látok semmi. Semmi olyat, amit fontos lenne megvenni. Jó. Meg ő... Elvin... Mit csinál? Basszus, nem rossz. De mennyi? Basszus, ha meg fogok tanulni italokat kocsvasztani, és mondjuk le tudok gyártani ilyen láthatatlan áttevő italt, tehát nézzétek meg mennyi pénz. Na jó van. Jó. Oké, egyelőre nem, köszönöm. Azért csóró vagyok. Na, itt vannak érdekességek. Például te mi vagy? A földmágus. Aj, basszus, ami mit csinál? Ami a föld, az a Scarlet. Scarletnek akár még jó is jönne. Valami még plusz. Csak ápi költség 7. Volt neki valamilyen farkas idézése, csak nem könyvbe, ugye, ha jól emlékszem. Várjatok. Miért még hülyeséget csinálunk, basszus. Váltsunk át Scarletre, és lássam azt, hogy neki itt mit mond. Ez nem rossz. 7 AP, azt hiszem van Scarletnek már helyéppen 7 AP-ja. Mi van még itt? Nem. Ez ugyanaznak tűnik.
Mi ez? Ez mi ez a vagányság? Ó, szükséges 10-12, nem már! De nem már! Ó! Bejuttatsz egy szörnytojást egy közeledben álló célpont testébe. Hatások 90% esélyre rejtett meg, de ezt mintha már láttam volna, ugye? Ezt nem láttam. Talán. Lehet, hogy ez is volt, mindegy. Mert tudom, hogy ezeket végignéztem egyszer. Lehet, hogy ez is volt. Csak akkor rohadtul elfelejtettem. Csak most már így eszembe jutott, hogy átolvasom, hogy talán ezt már olvastuk. Csak egyszer használt egy harcban. 95% esély, ami elég magas, a rejtett parazita állapot okozására 3 kör erejéig. De mit csinál az? Hatótáv 2 méter. Ha az ellenfél ellenáll, vagy nem tud menteni az edzéses segítségével, halandó testébe egy szörnyeteget ültethetsz, mely 3 kör után kikel belőle. Az azért elég durva. Az azért elég durva, és gondolom akkor enyém lesz az a... szörnyeteg? Remélem. Srácok, amúgy... Igen, tehát ez most felesleges. Ezen gondolkodom most. Scarlett tekintetében. Scarlett tekintetében, mindegy. Fogjuk rá. Nyelvtanilag helyes volt. Scarlett-tel vagyunk most amúgy? Nem? Akkor most így vagyunk Scarlett-tel. Dam didi dam didi dam. Dam didi dam didi dam didi dam. Bocs. De hülye vagy, Zotya, mindjárt itt elalszom egy helybe. Mit akartam? A képzettségek. Kezdőképesség, haladóképesség, fejprés, tornádó. Ja, de várjátok, nekem nem ez kell, hanem ez. Szerintem még a haladóra még meg tudnék tanulni. Aha, szerintem a haladóra még meg tudnék tanulni egy ilyen varázslatot, képességet. Nem, nincs. Szóval, srácok, én ezt lehet, hogy megveszem Scarlettnek. Szerintem én ezt megveszem Scarlettnek. Ugye nincs meg neki. Tehát nehogy az legyen. Azt tudom, hogy ugye amikor kivel harcoltunk, kik vannak itt? Na, pont nem jut eszembe. Megtértek, vagy tökömök, tudjátok, és ott a farkast megidéztem. Jó, gyorsan megyük meg, gyorsan vegyük meg. Jesus, mi ez? Jézus Máriam, ez mi volt? Tudunk velük beszélni? Bányász. These goblins are worse than the trolls. Half as dumb and twice as mean. At least they don't have that distinct underside of a bridge aroma. Better that than reeking of fresh blood. Jó. Lehet itt az érdekes szögeléseket hallani. Várjatok, ő mi is volt? Okád. Quite a fine skeleton beneath that hide of yours, isn't there? Yes, a lovely sturdy thing. I bet it'll last 100 generations if treated properly. Egyszerűbb, ha átváltok Volgráfra. Az a baj, hogy Volgráfának nem tudom, hogy most mennyi helye van még. Nem rossz. Tör szükséges hozzá. Egy 10. szintű bomba megidézése, 3 méter sugarú körön belül. És ez nekem miért jó? Mindegy. Nézzük tovább, nekromanta. Megvan. Ha nincs is meg, de szerintem már biztos, hogy néztem. De abban nem biztos. Célpont akarat, ennyivel -5.
Mert ez nem rémlik ez a leírás. Ez szerintem biztos, hogy találkoztam velem. Igen. Átok. Igen, ezt biztos, hogy találkoztam, és én mondtam is, hogy ez mi a francot akar jelenteni, vagy hol tudom ezt kihasználni, vagy igen, mikor lesz ez jó? Oké, fiúk, lányok, elég sokat eltotojáztam itt most, de nekem már most erre nagyon szükségem van. Megyünk tovább. Megyünk tovább, de viszont azt most ne felejtsem már el, hogy ezt tanuljuk meg Scarlett-tel. Van még itt? Hát ezek maradjanak nála, így van, tehát legyen nála is egy csomó ilyen tekercs. És akkor Rodrignál ugye milyen cuccok vannak? Ugye hát nála mindent eladtunk. Üres föld képesség. Ó, még ezeket is majd... Ezeknek is majd még nekik kell állni. Volgraphnál. Kombinál, le tudom gyártani én? Hol a figyfenében van a nyilvessző? Ja, de hogy lehet, hogy nem lesz nála. Ó, Istenem, akkor el kell küldeni Rodrignak. Jó, nézzük meg, legújabb tárgyak. Jó. Jó. És akkor... Madoránál, ugye... Jó. Igen, jó. Vissza Volgraphhoz. Itt se látok semmit. Na és akkor Rodrig. Jó, és akkor kombinál. Ott van. Prüpp. Jó. Jó. Úgy, ahogy megvagyunk, srácok. Akkor maradjunk Volgraphnál, és megyünk hova, és megyünk ide. Megyünk vissza, és folytatjuk az utunkat. Észak fele. Megyünk észak fele, jó srácok? Megnézzük, hogy mi van. Ha túl erős ellenfelekkel találkozunk, akkor visszamegyünk, és megnézzük, hogy dél fele mi van. Ha nagyon nem jutunk sehova, akkor pedig... Hát lehet, hogy az már nem akkor ebben a videóban lesz, de az a lényeg, hogy... mit is csinálunk? Beszélünk azzal a pappal. És... műveletek fölvesz. Jó, mindegy, legyen nála. Most ezért nem fogok átváltani Scarlettre. Tehát belépünk a rendbe, na. Makulátlan, basszus, az nem jutott eszembe. Pedig eszembe kéne, hogy jusson a trónok harcából, ott is makulátlanok voltak. Ránézzük az órára. Egész jó. Egész jó állunk idővel. Jól van. Ja, de várj csak, mert gyors mentés. Most annyi mindent el... végeztünk, hogy nem szeretném, hogyha ez mind semmibe menne. Mármint, hogy oké, nem megy a semmibe, mert ugye megkaptuk, igen, itt voltunk. Megkaptuk, amit kaptunk, meg a... tehát, hogy a gép is csinál mentéseket. Jól van. Nyúl üreg. Itt voltunk a trollnál. Igen. Hmm.
Hopp, ez... My heels are really dragging here! Lelassítva. Lelassítva. Hol vagyunk? Jaj, várjátok, valami ilyesmiről beszéltek, vagy nem tudom, milyen info volt, hogy ez valami sivatag, homokvihar. Ugye nem tüzes homokvihar, hanem csak sima homokvihar, mindegy. Aha, akkor ez az a rész. Ez az a rész. Ide jöttünk most be. Ez micsoda? Na, oda benézünk. Jó. Hát így viszont hogy fogunk harcolni? Ez mennyire lesz gáz nekünk, hogy le vagyunk lassítva? What happened to the lush forests of Lucula? These high plains seem a far more treacherous landscape. Tű, basszus. Jó, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy itt mi lesz. Ott van valami szövegelés. Akkor figyelj, jól nem mondom meg. Mentünk egyet, miért kinyitom a ládát. Ó, de szuper. Itt van, egyből, beazonosítatlan. Nem jöttem el idáig, ugye? Nem az rémlik nekem, nem ez rémlik nekem. Nem ez rémlik nekem, ezek a beazonosítatlan cuccok. Na mindegy. Tű! Bocs, csak ezt is Károly mondta. Oké. Kiegyensúlyozott hosszú tör. Hát én ezt nem fogom használni. Jaj, én ezt nem fogom használni. Na, várjatok, vettünk föl valami beazonosítatlan cuccokat. Tű, ő mit is csinál? Nem tudom. Küldjük Rodrignak, mert vele fogunk kombinálgatni, az biztos. Ez nem fog kelleni. Igen, ez nem fog... Hát, várjatok. Azért nem mondj, ne csináljunk már hülyességet. Plusz egy a szintkülönbség miatt. Mert ugye mondtam, hogy azért maradjon Volgráfnál tör. 28-46. Ez sokkal erősebb. Zárjuk ezt be. 34-56. Ezt lehet, hogy akkor ezt el lehet adni. És akkor maradjon az a másik. Akkor ezt Rodrignak elküldjük eladásra. Vagy igen, átküldjük eladásra. Mik vannak itt? Zsebmetszés, kovácsolás, több nincs. Ja, itt van. Itt van. Harmadik szintű tudósmester. Plusz egy tárgykészítés. Az is ugye biztonságból van nála. Na, de viszont itt van. Műveletek. Ja, ó, basszus. Sorry. Fú, basszus, milyen homokihar van. Kivel vagyunk? Volgráffal? Madoránál. Van. Így. Madoránál vannak ezek a dolgok. Plusz egy erő, 20%-et közel földsebzésként. Ugye az a baj, hogy igen, tehát hogy nála van még ott plusz 13 földellenállás, tehát ami most föl van szerelve. Tehát hát itt csereberélgetni kell, az a baj. Jól van, srácok, viszont... Viszont tudjátok, mit csináljunk? Bocs, eszembe jutott. Igen, ezt küldjük át Volgráfnak.
Így. Jó, most elvégzem a cserét. Ez az. Visszaváltok a holográfra. És akkor legyen nála... Nem mondjátok, hogy itt nála akkor pont megvan. Hogy itt van nála egy plusz egy tudós mester. Akkor viszont Scarlet basszus. Jó. Így. Igen, ez itt túl bonyolult. Ez így most túl bonyolult. Ez így most túl bonyolult. Ugye ez a kettő volt. Nézzük is meg. Oh, hello, fiú! Oh, hello, fiú! Oh, hello, fiú! Ez kimondottan Volgráffél kiállt. Ez kimondottan Volgráffél kiállt. Ah, de szükséges erő 8. De miért? Ez egy picit rossz párosítás. Mert azt mondja, hogy szükséges erő 8. Hát Volgráffnak nincs meg. De akkor plusz egy ügyesség, plusz egy zsebmetszés, plusz egy tárgykészítés. Hát kinek másnak kéne ügyesség meg zsebmetszés, mint a tolvajunknak? Ó, basszus, nem már. Jó, ezt átküldhetjük Rodrignak, mert eladjuk. Ezek meg ugye maradnak nála. Ó, Istenem, össze-vissza kell cserégetni a... amuletteket, basszus. Pfú, hát ezt meg kéne nézni, hogy kire tudom rárakni. Tárgykészítés, akkor Rodrig. Aha. Jó. Jó. Hát, ennyi. Ő most ügyesebb lesz, meg lesz egy plusz egy zsebmetszése. Nem tudok vele mit csinálni, srácok. Ennyi meg egy bambi. Ennyi meg egy bambi. Jó. Menjünk vissza Scarletre. Ezt berakjuk neki vissza, Madorának. És igen, ez is menjen. Ez jobbnak tűnik. Hát ez jobb nekem, jobbnak tűnik. Jól van, ennyi meg egy bambi. És ugye akkor így nagyjából mindent elintéztünk. Jó, megint gyorsmentés. És menjünk tovább északnak. Remélem nem lesz itt semmi. Na, tényleg kíváncsi ez... Te mi vagy? Póktojás. Műveletek. Tűz, mínusz 50. Jó, ami nem jó, az a méregnek értelemszerűen. A többi az minden úgy nagyjából jó lesz neki. Jó, jó, jó. Tehát a tűz a legvagányabb neki. Arra mi van? 14-es szintű... Pókok. Meg... mi ez? Pók kultusz vészszövő. Van itt ilyen is, basszus. Azt a mindenit. 14-es szint. We will nurse your hatchlings, O Queen of Queens. We will cherish your aspect within your children. A pókkal... Pókkal kapcsolatban... Tudunk vele beszélni? Ugye nem, tehát itt nem. Igen, mert a Pók királynőt mondta nekünk a Goblin, hogy ugye megvettük tőle az infót, hogy szépen kell vele beszélni, nyájasson, ugye? Valami ilyesmi, nem emlékszem. Jó, hát srácok, arra nem megyünk. Erre megyünk, de viszont... támadjuk meg mi a Pók tojást először. Ugye? Jó lenne. Az ott mi? Ez is telér. Akkor azt majd kibányászok, ha tudjuk. Jobb lenne odalőni egy tűzre... Igen, akkor egy tüzes nyilat. Vagy robbanó nyilat lőjünk neki? 11 van belőle. És harc.
És mit csinál majd az a tojás? Kíváncsi leszek majd. Hú, gyerekek, azt a mindenit, azt nézzétek. Miért... Miért van csak 4 pontom? Miért van csak 4 pontom? Emiatt, mert hogy le vagyunk lassítva? Basszus, gyerekek, akkor itt ezért mit fogunk csinálni? Hát, itt több mint a felét leveszi szerintem. Ajaj, itt mit fogunk akkor csinálni? Tehát itt erre nem fogunk tudni jönni. Valami védelme, szerintem az a játék célja, hogy valami védelmet itt megszerezzünk. Most ezt vagy a makulátlanoktól, vagy a Pók királynőtől, vagy a goblinoktól kaphatunk valami olyan páncélt, vagy plusz valamit, nem tudom mit. Nincsen valamilyen ital? Várjatok, várjatok, várjatok. Nézzük jó alaposan végig. Mik vannak nekünk itt? Mi kell nekünk? A lassítás. Tehát le vagyunk lassulva. Várjatok, azt hol tudom még megnézni? Pontosan talán a karakternél, hogy milyen büntetéseink vannak. Ott van, lelassítva. Info. Aha. Aha. Látjátok? Biza, 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 basszus. Mozgásunk. Kicsi. Maximális AP. Minusz 4. Kezdő AP. Minusz 4. AP viszont minusz 2. Kapjuk a büntetéseket. Viszont ezt tudjuk valahogy... meg tudjuk szüntetni valahogy? Szóval várjátok, még hol tudjuk megnézni? Itt a képzettségeknél van bármi? Ezt nem hiszem, igen. Nem hiszem. Az a baj, hogy nekem nem is rémlik. Semmi ilyesmi segítség. Semmi ilyesmi segítség, srácok, nem rémlik. Semmi ilyesmi nem rémlik. Rodrignak lehetnek még ugye jó cuccai. Átváltottam Rodrigra? Nem? Most... Miért? Ja, jó, ilyenkor nem tudok átváltani. Bocs. Jó, akkor majd Rodrigot majd megnézzük. Várjátok, viszont ilyenkor át tudok kapcsolni Rodrigra? Nem, ilyenkor se. Aha, jó. Akkor mindegy, srácok. Akkor valamit nyomunk rá. Levegősebzés. Bármi is jó. Annyi. Tehát ezen a területen nyenyó lesz, hogyha ezt nem tudom megszüntetni, ezt a lassítást. Hogy be vagyunk lassulva. Maradhatunk ott, ahol vagyunk. Madóra körök következik. Az a baj, hogy neki is 4 AP van. Semmit nem fogunk tudni csinálni. Oda rohanhatunk rá, de ezt nem akarom, mert nem akarom. Hát legyen ez. Gránátot sem akarok elhasználni, mert... visszatöltődött az életereje. Láttátok, hogy visszatöltődött az életereje? Anni néni kédette szemét. Jó, ezt viszont bekapcsoljuk. És küldünk neki... Ez miért van itt külön? Srácok, ez a leütő nyílhegy. Ja, mert nyílhegy! Rodrignak küldjük át. Az Isten verje meg, hogy nem vettem észre. Pedig az 6 darab leütő nyílhegyem lesz. Robbanó nyíl. 92-146 tűzszebzést okoz. Jobb, ugye?
Így van, és szerencsére van belőle nagyon sok. Ez az apuci ügyes voltál. Rodrigo köre következik, Rodrigo pedig értelemszerűen tűzsebzést fogunk rányomni a pókicára. Talán el is pusztítjuk. Na és most, mivel ilyen ügyesek voltunk, ezért... Hol van? Leütőnyíl. Le is gyártjuk. Basszus, hogy nem vettem észre. Hát ezt már meg kell szokni. Nem veszek észre ilyen dolgokat néha hébe-hóba. Volgrafnak küldjük. Na várjátok, és akkor... De ez nem jó. Tehát nekem olyan kell, amit magunkra tudok nyomni. Az akár tekercs, akár bármi más. Nem, tényleg nem rémlik nekem, hogy bármivel is találkoztam volna tekercsel, könyvvel, italal, ami a lassítást vette volna le. Hát vagy elfelejtettem. Igen. Az simán elképzelhető. Az simán dipéteresen elképzelhető. Tűzelementál, élőhalott, ez itt semmi nincs. Miért nincsenek ezek itt? Ja, hülye vagyok, mit csináltam? Jó, azért. Azért, mert hülye vagy, Zotya. Lángra lobbantasz, nem. Igen. Mármint, hogy az is nem. De egy célpontot. Az a baj, hogy egy célpontot. Nézzük csak. Egy célpontot, ugye? Egy célpontot. Viszont nézzük meg, ha rányomom Madorára, akkor megszűnik. Tehát kompenzálja? Ó, bizony, hogy kompenzálja. Ezt nézzétek meg, srácok. De miért? Ez most miért? Várjatok. Nem olvastam el teljesen. Felhevült állapot. Lehűlés alatt. Gyorsan megnöveli a célpont maximális AP-jait. 3 a kezdő AP-jait. Blablabla. Gyorsan. Tehát ott van nekem a... A bünti. Ott van a bünti. Lelassítva állandó. Basszus kulcs, sem hiszem el. Ott van a bünti, de hát mégis csak úgy kompenzálta. Ah, na jó, menjünk srácok, akkor itt ez gond lesz, itt vissza fogunk fordulni szerintem. Gyors mentés megvolt, jó. Átnézzük, hogy itt mi van, ha bármilyen ellenfelekbe botlok, akkor itt vissza fogok jönni. Ó, de szuper, jó. Jó, de menjünk akkor így ide. A poktojásnál nem volt semmi, biztos? Tehát semmit nem dobott nekem a poktojás, semmit. Na. Ez is tellért fogjuk most bányászni. Nem tudom, meddig lehet bányászni. Jó, gondolom csak kiírja egyszer, hogy kiürült. Basszus. De most már megnézem, hogy bányászunk mi egyáltalán valamit belőle, vagy csak csapdossa. Ó, 55. Akkor igen. Ugye 5-ször nyomtam rá. Kb. 4-szer vagy 5-ször. Na most írta ki basszus, hogy telér kimerült. Franco. Jaj, de kis türelmetlen majd ez otya. Várjátok, mi ez itt? Maradjon, mint tárgykészítés. Habár eddig nem találkoztam, várjátok, ezt kinek kell küldeni, ezt Rodrignak. Eddig ugye nem találkoztam olyannal, ami... tehát, hogy
Még az elején találkoztam olyan ott nem tudok átmenni. Még az elején találkoztam olyan tárgyal, amit nem tudtam legyártani, ugye? De most azóta már nem. Tehát azóta nincs ilyen... Oh, hello. Semmi. Te ott mi vagy? Az ott mi? Ó, volt már ilyen erősítő virágunk? A francse tudja. Nekem nem rémlik. Jó, itt lehet menni erre. Te mi vagy? Barlang. Jaj, basszus, milyen barlang lesz az? Elég vészjósló bejárata van. Ó, van ott egy holttest. Te mi vagy itt? Semmi. Csak egy tereptár. Erre mi van? Vannak ott is jó cuccok. Ó, pasi! Itt van valaki. Ja nem, ezeket hallom. Lehet, hogy először ide benézünk, srácok. Erre. Megnézzük, hogy itt... tehát, hogy ezekben mik vannak. Így. És akkor megpróbálunk elérni itt a vasér... Mi ez? Hol van? Hol van a vasérsztellér? Az előbb megtaláltam. Hol van? Az volt az? Na mindegy. Jó. Tehát először akkor ide benézünk. Volgráf, fal. Volgráf pauses and hands you a note. Enemies about. Haven't seen us yet. Best sneak our way around. Ezekre gondol itt lent? Hát nem, hogy már onnan lentről észrevegyenek. Na mindegy, mentettünk egyet, srácok. Jó. Ez most miért nem jelenik meg? Érdekes, nem jelent meg, hogy használat. Látjátok? Tehát, hogy nem jelenik meg. Ó, na most. Jó. Rossz szögbe álltam be, bú. Jó, és akkor addig nyomhatom, ameddig ki nem írja, hogy kiürült. Na, ezek jó dolgok, mert bizony most egész jó elköltekeztünk. Jaj, hallgattam most a hülye stökinek azt a hülye beszólását, mert nem is tudom melyik játéknál. Ugye, aki nem tudja, miről van szó, ugye a Checkpoint podcastről van szó, Stöki és Gret ugye csinálja. Hát az egyik nem is, hogy az egyik legjobb, tehát az... De nem, a legjobb ilyen gamer podcast. És most nem is tudom, melyik játéknál volt, hogy előadta magát, hogy valamit a költészet napja, ez amúgy egy ismert ilyen vicc, persze, hogy a költészet napja, és ugye tényleg van költészet napja, tehát amikor ugye a költőinket, tehát a költészetet ugye ünnepeljük, de ugye ő most úgy értette, hogy kiköltekezett játékokra. Jó, igen. Ja, kimerült a telér, jó. Na, igen. Tehát mi is most kiköltekeztünk, srácok. Tehát megvolt a költészet napja, úgymond. Ez szuper, ez nem szuper, és ez sem szuper. Jó, és akkor mentünk egyet. Csak hogy ne kelljen újra végigcsinálni ezt a vastel... Ó, ott egy csomó pok! Ott egy csomó pok tojás van. Ha nem bántom őket, akkor ők se bántanak? Igazából ugye nem kaptunk tőlük semmit, tehát... anyád! Anyád, ez mi? Rémálunk gránát, ez nekem nem is rémlik. Ez jó! Na, ez viszont jó! Rémálunk gránát, ez nekem nem rémlik. Jól van, olyan rémisztő gránát, amely elijeszt minden ellenséget 5 méteres sugarú körön belül. Amúgy ez nem rossz. Ez nem rossz. Küldés neki, Scarlett. Ezt eddig észrevettem, hogy ezt lehet csinálni? Most csak úgy néztem, hogy műveletek, és akkor hajrá. Pompás pikkely páncél, 84-es páncélérték, ami azt jelenti,
hogy ez basszus, ez jobb, mint ami most Madoránál van. Akkor ezt küldjük Madorának. Ez szerintem meg Rodrignak. Ez szerintem meg nem tudom kinek. Legyen mondjuk Scarletnél. Basszus, ez jó dolgok voltak. Ez itt nagyon jó dolgok voltak. Jó. Anyád! Valami gombot megnyomtam, véletlenül itt a D-padon. Mégse. Jó. Ez nem igaz, hogy ezt mindig beszívom. Ezt ugye nem érem el, igen. Ez megvan. Egy csésze tea, megvan, akár maradhat is nála. Jól van, mentünk egyet. Szerintem a pogtojásokat nem fontos most megtámadni. Miért is? Mert teljesen feleslegesen harcolnák. Oké. Okay. Oh, hello baby! De nem tudunk vele beszélni? Nem úgy volt, hogy tudunk vele beszélni? Nem úgy volt, srácok? Akkor én nem támadom meg. Hát, ha... Hát, ha... Scarlett? Pókirálynő, mégse áthelyezési műveletek. Nem akarom megtámadni, mert esélytelenek vagyunk szerintem így, hogy le vagyunk lassulva. Csinálunk egy gyors mentést. Csinálunk olyat, hogy... Scarlett-tel megyünk csak oda, és meg tudunk beszélni vele. Ha nem jó, értelemszerűen... Á, itt van. With your insolent stare, when your nose ought to be pressed to the ground. Our highness won't tolerate such disrespect in our own royal chamber. Not for a moment longer. Jó. No. Legyen a kettes, nem? Csak az a baj, hogy itt megint szerintem akkor ilyen hülye kőpapírolló hülye játék jön. Jaj, de utálom. Ugye azt mondja, hogy nagyon szépen kell vele beszélni. Igen, igen. Tehát nem az érvelés, nem a megfélemlítés, hanem ez. Mi ez? De bárhogy legyen is, a gyermekeinknek meg kell tanulni tisztelni a társadalmi helyzetünket, és azzal alig, ha kényeztetjük el őket, ha kiméljük a cságóinkat. Cságóikat, akkor mégiscsak harc lesz belőle. Aha. Jó, akkor mégiscsak harc lesz belőle. Hát gyerekek, akkor gyors betöltés. És akkor visszamegyünk. Szerintem valahogy meg lehet ezt oldani. Szerintem... Na, visszatöltöd? Szerintem ezt valahogy meg lehet oldani, de akkor... Nem tudom, szebb... Ez érdekes most... Nézzétek, tehát, hogy most nekünk támadtak a póktojások. Fú... Hát jó van, srácok, ennyi meg egy Bambi, tehát akkor nekünk támadtak. Az a baj, hogy így ez gáz lesz. Ez így gáz lesz. Jó, menjünk, megpróbáljuk aztán, hogyha nem jó, visszatöltöm az állást. Értitek, tehát nincs életerőpontunk. Madora köre következik. Gránát.
jó, mindegy, ezt most már, igen, ezt át kellett volna rakni. De most már mindegy. Nem akarok lerakni tűzelement, tehát ilyen tekercseket nem akarok felhasználni. Na de viszont, 42-72 tűzsebzést, ez szúrósebzés, ez kell nekem. Aha, hát csak az a baj, hogy... mentünk egyet. Mert ugye Madora híresen rosszul dob. Jaj, te. Na jó, gyerekek, betöltés, várjatok, betöltés, betöltés. Jó, legyen ez. Azt most valahogy megpróbálok el osonni ott a tojások mellett. Nem akarok most velük harcolni. Mennyi az idő? De most már egy picit több. 1 óra 16 van. Igen. De még nem tudom, még mennyit tudunk felfedezgetni. Na várjatok. Volgráf, és akkor megpróbáljunk itt ezen az oldalon itt elslisszolni. Na mindegy, érdekes volt, hogy ugye közvetlenül mellettük mentünk el, és akkor nem vettek észre. Szerencsére most se, mentünk egyet, és váltok, még mit felejtettem el? Nem fogjátok elhinni, mit felejtettem el, de ezt. Miért ezt csinálom? Madora, felszerelés. És akkor nézzük csak, srácok. Tehát itt van egy sokkal jobb. Tehát itt megint azért elég sokat számít. Hát jó, nincs meg a 10 pontos növekedés, de mindegy. Jó. Tehát én ezt lecserélem. És ugye ezt még, én értelemszerűen ezt még nem cserélem rá. Vagyis nem adom el, nem adom el, nem adom el. Viszont... igen, jaj, ezt Rodrignak átküldhetjük, és majd eladjuk. Oké, oké, oké. Jó van, srácok, menjünk tovább. Megint gyors mentek egyet, kell ezt megint elvégezni. És megnézzük, hogy fölfele... basszus. Megnézzük, hogy fölfele mi a nagy harci helyzet. Az lenne jó, ha Pók királynőnél valamit, tehát el tudnám kerülni a harcot. Látok itt mik vannak? Itt a barlang. Errefele mi van? Ó, basszus, ott van valami holt között talán? Hát, azért kíváncsi vagyok, hogy arra mifelé mi van még. Itt van nekünk egy holttestünk. Itt meg van egy barlangunk. Mentünk egyet, benézünk, jó? Benézünk. Ó, oh, hello. Ez fingom nincs, hogy mi ez. Váza. Próbaszobor. Ott van patkánycsávó. Na jó, nem tudom mi ez. Gondoltam, hogy hát ha jobban így be tudom azonosítani, hogy... ó, te hülye gyerek, ne szóljál már ilyen hangosan, mert össze-vissza csinálom magamat. Jól van. Ott bent, ácsi, ott bent megszűnik, a lassítás. Értelemszerűen, mivel nincsen homokvihar. Ó, gyerekek! Ó, gyerekek, akkor viszont lehet, hogyha nem jutunk dülőre, akkor ott jobban végigjárjuk azt a részt. Ott van Pók tojás. Basszus, azokat el kéne kerülni akkor. Ó, basszus. Na jó. Na, ez nem jó. Be vagyunk lassulva, 14, 4, nem, akkor vissza.
hogy gyors betöltés, srácok. Jó. Szerintem benézzünk abba a barlangba, srácok. De nem, már nem most. Tehát, hogy most benézzünk, és ott vége lesz. És ott vége lesz a Cuszrinak a videónak. Jó. Oké. Jó. Ezt fogjuk felfedezgetni, ezt a barlangot. Itt nincsen büntetés. Itt tudunk szépen felfedezgetni. Jó. Mentés. Mikor volt ez? Első 23. Ú, de rég volt. Akkor még tél volt, gyerekek? Felül akarjuk írni? Igen, felül akarjuk írni. Jó, jó, jó. Jó, 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 jó. Oké, és akkor ennyi. Főmenő. Mennyi az idő? 1 óra 20 perc lehet, ugye? Most nem akartam... Aha. Nem akartam amúgy se olyan hosszú videót fölvenni. Tehát ez ilyen light-os lesz, aztán lehet, hogy majd még lesz kedvem játszani, most megnézem. Lehet. Amúgy van kedvem játszani, csak szerintem most már bekapcsolom a klímát. És még ebéd előtt még van egy kis idő is. Jó, szuper. Na, srácok, akkor ennyi volt ez a rész. Én köszöntöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!